A közönség és a kollégák által legjobbnak ítélt színész és színésznő vehetett át díjat a Jászai Mari Színház évadzáró társulati ülésén. A bérletes nézők által leadott szavazatok alapján az évad kedvenc előadásának a 8 nőbűnügyi komédia bizonyult. Az igazgató elmondása szerint lezárták ugyanaz évadot, de a munka nem áll meg egész nyárra. Egy színházban az évadzáró az mindig egy szép és ünnepélyes dolog, hiszen az egész évi munkát értékeljük, letesszük a lantot, elmegyünk pihenni, és már egyébként készülünk a következő évadra, hiszen ugyanaz évadzáró megtörtént, de a munka nem állt meg a Jászai Mari Színházban, hiszen már előre próbálunk, és még előadások és vendégszereplések is várnak ránk. És ilyenkor mindenki izgatottan várja, hogy kikapja a közönség szavazatot, ki lesz a legjobb színésznő és színész a társulat szavazatai alapján, valamint melyik lesz a közönség kedvenc darab. Idén a közönség legkedvesebb darabja a 8 nő lett. Nem először van olyan előadás, amit csak lányok szerepelnek, csak hölgyek szerepelnek, és ők viszik el ezt a díjat. És idén a közönségdíjat egyrészt Szabó Emília kapta, a fiúk közül pedig Dévai Balázs, és a társulat szavazatai alapján a legjobb színésznőnek járó Jászai Gyűrű díjat Major Melinda vette át, és a legjobb férfi színésznek járó Jászai Gyűrű díjat pedig Dévai Balázs, úgyhogy ő kétszeresen is díjazott ezen a napon. Hát egy nagyon hosszú, nehéz évad volt. Kezdődött már, igazából ez már az elmúlt évad végén kezdődött ez az évad, mert a Black Comedy-nek a próbái azok már tavaly júniusban elkezdődtek, de a bemutató az csak októberben volt, úgyhogy onnantól gyakorlatilag végig egy kis kihagyással végig színpadon voltam, úgyhogy ez egy jó húzós évad volt. Azt mondta igazgató úr, hogy minden évben egyre magasabbra állítja a színház a létet, ezt a színész is érzi? Ezt érzi, bár meg kell mondjam, hogy nekem az első évad is elég erős volt, tehát amióta először van társulat itt Tatabányán. Szóval azt hiszem, hogy folyamatosan elég színvonalas évadokat tudtunk produkálni. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés, és egy nagyon, nagyon jó leső érzés, hogy itt értékelik a színészek munkáját, és ez egy nagyon, nagyon fontos díj. Mely darabokban láthat majd téged a következő évadban az a közönség, aki ennyire szeret? Hát az első az a mi osztályunk lesz, abban játszom egy fontos szerepet, aztán utána a musical lesz a következő, a csoportterápia, az is egy nagyon izgalmas dolognak ígérkezik. Ott hata leszünk szinte végig színpadon, aztán utána jön egy újabb, amiben szinte végig színpadon, nem szinte, ott is végig színpadon leszünk. De páran, én biztos, az a terror lesz, és az évad végén még a Stuart Máriában is lesz valami dolgom, az egy kisebb feladat. Tehát ez nagyon komoly és jó feladatok várnak a jövő évadban is. A nyár az pihenéssel fog telni, vagy azért már készülődés a következő évadra? Hát itt még a nyár az még egy csomó szempontból nyitott. Én már elterveztem a nyaramat, de egyelőre úgy néz ki, hogy semmi nem úgy lesz, ahogy elterveztem. Van filmezés is kilátásban, de ezek most még a napokban fognak eldőlni, hogy ez egyeztethető, vagy tehát egyáltalán hogy lehet kivitelezni. Úgyhogy most még nagyon keveset tudok a nyárról, a terveim azok megvannak, de pihenés lesz azért, remélem.
közönségdíjat kaptam meg, ami egy óriási visszajelzés számomra a közönség részéről, és hát nagyon boldog vagyok. Ugye 2 évvel ezelőtt az első évadban, évad végén megkaptam a társulattól a díjat, és most pedig koronaképpen a közönségtől. Ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon jó leső érzés és nagy boldogság. Én abszolút azt érzékelem, hogy nagyon fontos a repertoár, amit összeállítanak, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy mindig évről évre emelkedjen, és egyre sokszínűbb legyen. És azt gondolom, hogy remek kommunikáció ez a díj például arra, van ugye, hogy melyik a legjobb darab, vagy melyik a legjobb előadás, amit a közönség értékelt. Azt gondolom, hogy ez is egy jó visszajelzés nekünk, hogy mifelé terelődjön esetleg, milyen előadások színesítsék a következő repertoárt. Tehát azt gondolom, hogy ez elsősorban egy ilyen kommunikáció is, ez a díj, nem csak az egyéni érdem. Visszatekintve az elmúlt, most véget ért évadra, volt olyan darab, amiben azt gondolod, hogy ebben most igen sikerült magam megmutatni? Gondolok például a Sztárcsinálókra, ami egy egészen extra dolog volt. Igen. Ez egy különleges helyzet volt, mert meg kell, hogy mondjam, én koloratúrszoprán vagyok. És természetes, hogy én nagyon szeretem megpróbálni a határaimat és a korlátaimon túlugrani, és számomra nagyon-nagyon hosszú ideig egy kérdőjel volt, hogy vajon képes leszek-e egy más hangfajban, alt hangfajban, rockoperában megmutatni a magamat, és nem elbukni benne. És azt gondolom, hogy sikerült. Ez nagyon sok múlott azon is persze, hogy bíztak bennem, hogy tudták, hogy mire vagyok képes, de aztán azt megtapasztalni és fölfogni, hogy jé, hogy tényleg talán ezt is tudom, az egy csodálatos élmény volt. Úgyhogy természetes, hogy a nézők számára egy zenés darab általában közelebb áll a szívükhöz, de azt kell, hogy mondjam, hogy azt gondolom, hogy például az egész évadban lehetett látni, hogy egy kicsikét a vidámság felé is kanyarodtunk, és számomra Black Comedy előadás, ami egy nagyon kedves emlék és élmény volt, aztán az áll a legközelebb a szívemhez. Kinn éljen meg a humorától, hogyha egy gondra rá. Vizsgáljuk meg objektíven a helyzetet, rendben? Rendben. A probléma? A sötét. A megoldás? A fény. Ezt én sem tudtam volna, hogy jelöl megfogalmazni. Szabó Emíliát a következő évadban a Stuart Máriában és a csoportterápiában láthatja a helyi közönség, addig viszont nyáron pihenésre is szakít időt. Számomra nagyon fontos a feltöltődés, mert azért ez egy nagyon intenzív és idegrendszert és megpróbáló munka, nem csak fizikailag van jelen ilyenkor az ember, és iszonyatosan fontos a feltöltődés, hogy aztán szeptemberben, augusztusban az ember új energiákkal tudjon, frissen neki tudjon, szellemileg, lelkileg, idegrendszerben, testileg ott tudjon állni, és a maximumot tudja nyújtani. A társulat pedig egyértelműen a jövő évadra készül. A puzzle kirakós játékkal szimbolizált repertoár közönség toborzására hivatott közös fotózást vidám hangulatban töltötték a színészek. Figyeljetek, gyakorlatilag csak így, ez az, természetesen mosolyogva szépen. Úgy, te gyönyörű vagy. Robi, te is legyen szép. Nem az esküvő. Hozzáérhetek? Igen. Bizonyos helyeken. Mindegy, csináljuk. Most pedig sőtetek a Robi. Ez nagyon jó. Ne. Adj egy puszit. Hát nem vagyunk házasok.
mikor van vége, akkor addig tartsuk. Mert így nem tudjuk... Van 3-4 jó, de tényleg van. Nézd, hogy milyen szépen dolgozunk. Mindenkit várunk szeretettel. Szuper! Sűrű volt az évvégi program a Vaszari János általános iskolában, a tanulás lezáró iskolai rendezvények mellett egy fontos évfordulóról is megemlékeztek az intézményben, az utolsó tanítási napokban. 20 évvel ezelőtt avatták fel az iskola tornatermét, amely azóta is fontos része a diákok mindennapjainak, iskolai rendezvényeknek. A 6 évig tartó építkezés nehézségeiről, örömeiről és fontosságáról az ünnepség keretében az akkori igazgató is megemlékezett. 26 éve ezelőtt indult, 20 éve adtuk át a tornatermet. Hát én akkor már 3 éve voltam igazgató, és hát egyszerűen nonsens volt, ami itt működött. Tehát az a kis tornaszoba, ami itt volt, hát az mindenre volt, csak arra nem jó. Tehát tényleg 1,8 méter jutott egy gyerekre, mert egyszerre 2 osztály volt bent, vagy fiú, vagy a lányok. A többiek addig pedig futották a lépcsőt. Az előtörténetbe beletartozik az, hogy én megjártam 3 minisztériumot és az állami számvevőszéket, hogy ez megépüljön ez a tornaterem, és mindig megkérdezik, hogy maga igazgató, maga, hát én akarom megépíteni, akkor én vagyok itt. És hát hosszú tortúrák után elindult 95-ben, 96-ban, pontosabb 6-ban, és akkor épült, tehát 95-ben épült. Hát az első fétérát kizettük, akkor Kerti Katalin polgármester asszonnyal, ami itt van most ebben a urnában, és aztán hosszú-hosszú történése van. Mert közben megállt az építkezés a bombariadó miatt, mert itt találtak egy bunkert benne gránátokkal, külön intézkedés, hát lezárva az iskola, amíg azt elszállították, intézkedés, hogy azt fölrobbantották kint a lőtéren, ez külön engedély kellett, és aztán mondom, a csontvázaktól kezdve minden volt itt, még aztán hát meg nem épült. Én azt tudom, hogy itt a sarkon, fönt az emeleten, mászkáltam, mindenhol ott voltam, ahol kellett. Egy biztos, hogy volt egy olyan nyaram benne, hogy 2 napot voltam távol az iskolától, de hát ez ezért készült, és ennek áldoztam az életemet. Azt hiszem, hogy nagy szerepem volt kezdettől fogva, amikor Jóskával elhatároztuk, hogy itt 6. szakasz tornatermet fogunk építeni, és most teljesült ez a nagy álom, nem kis erőfeszítésünkkel. Valószínű ebben benne van az is, hogy itt láttam éveken keresztül a gyerekeket a lépcsőn, a kicsi iskola udvaron. Nagyon nehéz körülmények között dolgoztak a kollégáim, egyrészt ez volt az oka, másrészt pedig én magam is nagyon szeretem a sportot, és nagyon szerettem volna, ha a gyerekek megfelelő körülmények közé kerülhessenek. Volt mélypontja ennek a küzdelemnek? Ennek a küzdelemnek több mélypontja volt. Nevezetesen? Amikor tavaly nyáron nagyon kevés munkálat történt, mindig történt valami. Ez úgy zajlott az egész, hogy hullámhegyek, hullámvölgyek követték egymást. Egyszer fönt a plafonon lelkesedtünk, örültünk, hogy megy az építkezés, utána jött egy hullámvölgy, de ezt már azt hiszem, hogy el fogjuk felejteni. Most az a lényeg, hogy itt van a csodálatos tornaterem.
Eddig hol tartottátok a tornaórákat? Eddig a folyosón, a szemeleten, hát ott nem volt nagyon jó, de itt most nagyon kellemes. A másik nagy jelentősége, hogy itt a vívók már megkezdték, amikor még nem is volt kész, már akkor már gyakorlatoztak benne, és a vívópástok itt vannak, és az hát millió teniszező, focista, kosárosok, és este 10 óráig működött a tornaterem. Tehát itt reggel 7 órakor, mert már 0. óra is volt, 7 órától este 10 óráig csak mozgás volt ebben a teremben. És hát gondolom, hogy ma is így van. Tornának feszedj! Van remegés, oldal, első húz. Remeg! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 20 év nagy idő, nagyon sok sporteredmény született itt ebben a tornateremben, és nagyon sok testnevelés óra, ünnepélyek, rendezvények, városi, országos, akár országos rendezvények is, és hát ugye az ünnepségeinket is ebben a teremben tartjuk, így az egész iskola részt vehet rajta. Nagyon fontos számunkra, hogy olyan körülmények között tanulhassanak, sportolhassanak a gyerekeink, ami méltó itt a 21. századhoz. Nagyon szeretnénk továbbfejleszteni itt a tornatermet, és egy másik kisebb tornateremmel bővíteni. Ezen álmodunk mi is most, ahogy 20 évvel ezelőtt megtették ezt elődeink. Megálmodták, és sikerült is 20 évvel ezelőtt, most mi is megálmodjuk ezt, és bízunk benne, hogy 3 év múlva, mivel egy pályázatot benyújtottunk, bízunk benne, hogy 3 év múlva mi is így örülhetünk az új tornaterem megépülésének, ahogy ezt 20 évvel ezelőtt tették 1997-ben az akkori gyermekek, pedagógusok, szülők és az egész város. Ahogy régóta szokás, a tanulás fáradalmait színes, játékos, sportos programokkal pihenik ki a gyermekek, a sorban elsőként a vaszari futás napján. Az iskolai programsorozathoz kapcsolódó Cseketavi váltófutást már nagyon várták a diákok. Egymás mellé, kicsit előrébb menjél, te is. Tapsa indultok, jó? Gyerünk! Hajrá, Vaszari, gyerünk gyorsan! Ez hagyományos vaszari csekeváltónk, amit már több évtizedes múltra tekint vissza. Idén kevesebb iskola jött el sajnos, mert ugye év végére tettük. Eddig májusban szokott lenni, és így többen el tudtak jönni, úgyhogy most csak 4 iskola jött el, de nem baj, mert a versenyzés, aki itt van, az élvezni fogja valószínűleg. De ezen kívül még lesz egy hagyományos csekefutásunk, egy ilyen nosztalgiafutás, ahol mindenki, akinek van kedve futni, eljöhet, a vaszari gyerekek pedig kapnak egy 5-ös testnevelésből, még javíthatnak évvégén egy kicsit. A táv az természetesen a cseke körbe, ez 2000-2200 méter, ezt 4 részre osztjuk. Az elsősök és az ötödikesek kezdik a váltófutást, alsós lányok, alsós fiúk, felsős lányos, felsős fiúk, és utána értékeljük külön-külön az évfolyamokat, majd pedig az iskolákat is külön értékeljük. Ezek a futóművek nem pörögnek, csak nem haladnak az embertől. Figyelj a fordulónál, vidd le a súlypontot, sok apró lépés, és már fordult is vissza. Ezek pedig már a vaszari nap váltóversenyének legfontosabb pillanatai. A felső tagozatos diákokat és az alsósokat külön helyszínen várták programokkal a pedagógusok. Nagyon sok programot állítottak össze a kollégáim, nagyon lelkesen készültek arra, hogy a mai napot ilyen szépé tegyék, érdekessé a gyermekek számára. Két helyszínen folyik a vaszari napunk. Az iskolában indítottunk egy közös megnyitóval, az emlékműnél koszorúztunk, Vaszari Jánosról beszéltünk, valamint diákjaink felléptek ott a színpadon, hogy egy kis hangulattal induljon a vaszari nap, és kivonultak az alsó tagozatosok a fényes fürdőre, ahol majd ugye a napközis tábor is lesz, ott töltik a délelőtt sok érdekes programmal, amikor a két évfolyam vetélkedik, a másik két évfolyamnak különböző érdekes bemutatók lesznek, és a végén pedig közösen egy nagy rendezvény, ugye a habparti a tűzoltók segítségével. Itt a Cseketónál pedig a felső tagozatosok most itt
birtokba vették a Cseketavat, és a tó körül 10 állomáson keresztül akadályverseny van, valamint itt mögöttem éppen a sportverseny zajlik, az 5-6. Osztály elindult az akadályverseny, a 7.-8. évfolyam pedig sportosan itt vetélkednek. Az akadályversenyt összegezzük itt a Vasari nap alatti versengést, és úgy lesznek jutalmazva a csapatok, majd az iskolagyűlésen, az utolsó iskolagyűlésünkön fogjuk jutalmazni a csapatokat, ugyanígy a Fényesfürdőn ott helyben már a kicsiket jutalmazzuk, de a felső tagozatosoknál még összesíteni kell az állomásokon gyűjtött pontokat, és úgy fogjuk majd az iskolagyűlésen. Itt szeretném azért megköszönni kollégáimnak is, akik nagyon sokat tettek a mai napért, az alsós és felsős diákönkormányzati felelősöknek, pedagógusoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak ezen a héten, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Felsőben Lázár Katalin kolléganőm, aki itt összefogta az egész Vasari hetet, a 20 éves jubileumot nagyon sokat dolgozott, valamint alsóban Cink Helga kolléganőm és Krüppné Marton Anna kolléganőm, akik szintén még tegnap délután is ott kint dolgoztak és készítették elő már a terepet, és köszönöm szépen a Városkapu ZRT-nek, hogy lehetővé tették számunkra, hogy a Vasari napunkat a Fényesfürdőn, illetve itt a Cseketónál tölthetjük. Három. Jó, most még egy kisebb lépést előre. Jó, úgy, tökéletes. Balra lenyúlsz, akkor ott a labda. Még egy kicsit balra, vissza. Ott megvan, jó, elvetett tőle, vagy nekem köszönöm. Most előre, még két lépést. Jó, még kettőt. Ja. Most pont rálépti a labdára, Emma. Ja. Jó, igen. Jó, most balra forduljatok el. Úgy, és most menjetek a három lépést. Ne, még balra. Ugye ilyenkor már nem kell tanulni, és kint lehetünk a természetben, ugye, és így összekovácsolja az osztályt is ezek a feladatok. A sorversenyt én is nagyon szeretem, és különböző ugye akadályversenyek vannak a Cseketó körül, és ott ilyen bizalomjáték nekem az a kedvencem. Nagyon vártuk már, ez a Vasari nap már egy hagyomány az iskolánkban, hogy minden évben megrendezik, aminek az egyik része egy akadályverseny, a másik része pedig a Cseketó körül 10 feladat van, körbe is kell sétálni, illetve ott megoldani játékos logikai feladatokat. Én nagyon szeretem az akadályversenyt, főleg szurkolni az osztálytársaimnak. A Fényesen az alsó tagozatosokat is sok-sok vidámság várta, például közös zumba. A mi programunk a következőképpen alakult. Reggel az iskolai megnyitó után buszokkal kiérkeztünk ide a nyári napközis tábor területére. Itt pedig különböző programok várják, illetve várták a gyerekeinket, amíg az alsó tagozat egyik fele egy akadályversenyen vesz részt, addig a másik fele itt a tábor területén elfoglalhatja magát íjászattal, egy sas bemutatót láthattak zumbával, illetve érkezett egy motoros rendőr is hozzánk, aki a nyár veszélyeire hívja fel a figyelmet, és megengedi, hogy felüljenek, kipróbálják a motorját, hogy csodálkozzanak és gyönyörködjenek benne. Nem, hogy megnyomjál valamit, mert elindul a motor. Ja. Kérde meg a rendőrbácsit, hogy be tudja kapcsolni. Hál' Istennek úgy látom, hogy elég népszerűek, tehát mindenhol sorban állást tapasztalok. A zumbán is nagyon sokan vettek részt, a sas meg eleve lenyűgözte a gyerekeket. Úgyhogy én elégedetten veszem tudomásul, hogy szerintem népszerűek. Hajrá Eszter! Hajrá Eszter! Hajrá Eszter! Hajrá Eszter!
régi mesterségekhez kötöttük ezeket. Ezen konkrétan van egy állomás, ahol a pék mesterséggel, cipész mesterséggel, kömüves mesterséggel, cukrász mesterséggel, akkor a mosónők és a kéményseprő, ez a hat állomás van, ami várta a gyerekeket. Hát szerettük volna, hogyha a gyerekek megismerik a régi mesterségeket, a régi eszközöket, tehát a kollégák ezzel is készültek, azzal indult az egész feladat, hogyha megérkeztek az állomásra, hogy fel kellett nekik ismerni ezeket az eszközöket, és utána egy-két hasznos információt is kaptak a kollégáktól, és utána pedig feladatokkal is bizonyíthatták, hogy ismerik-e ezeket a mesterségeket. Érdekes, hogy felismerték, tehát a többség az tudta, elképzelhető, hogy valamelyiknek a nagypapája esetleg, vagy még ugye a köműves mesterség esetleg apuka dolgozik, és így az szerszámok, az eszközök ismerősek voltak neki. A Vaszari János általános iskolában régóta színjátszókör is működik, az akadályverseny másnapján ők mutatták be legújabb feldolgozásukat a Magyari Zoltán Művelődési Házban. Szeptember óta vagyok a tagja, éveleje óta, és nem tudom, én szeretek színészkedni, meg énekelni, és így gondoltam, belépek. Mindenki vicces, meg nagyon sok benne a vicces jelenet, és nem tudom, nekem ez így pluszpont. A színjátszókörünk már elég régi, tehát több darabot is játszottunk. Igazi nehézség az, hogy minden évben új gyerekeink vannak, tehát kimenő nyolcadikosok, kezdő új ötödikesek. És ebből aztán el is árultam, hogy 5-től 8-ig tart a korosztály, az egész kicsiktől az egész nagyokig. Hogy hogyan indul egy darab? Hát nagyon egyszerű. Vannak ötleteink, aztán megnézzük, hogy mit tudunk hozzá megszerezni. Hiába van ötletünk, ha nincs forgatókönyvünk, ha nincs zenénk hozzá, tehát akkor bármit tehetünk. Így aztán most ez így összejött. Kemény munka, előtte is forgatókönyvet, gyakorlatilag a gyerekekre kell azért aktualizálni, mert nem úgy működik, hogy teljes egészében 100%-osan átvesszük, hanem még a próbák folyamán is folyamatosan alakul, hogy mennyire tudják megvalósítani, amit mi szeretnénk. Aztán jön a zenei része, meg tudjuk-e csinálni, zenét vágni, új zenéket, most gondolom, aki ismeri a darabot, az rá fog jönni, hogy van benne egy teljesen új zene is, ami abszolút nem a része ennek a darabnak, de mi úgy gondoltuk, hogy nekünk ez így ide kell. Tehát, és a próbák, minden héten 2 órás próba, aztán az utolsó egy hónapban gyakorlatilag a finishben minden nap próbáltunk, sőt, néha szombatonként, tavaszi szünetben is. Így megy. Ez egy 2 órás darabnál kicsi gyerekekkel csak így lehet csinálni. Egyetlen egy fájdalmunk van, a technikai háttér. Az, hogy úgy kell összekönyörögni a mikroportokat, mert egyszerűen nekünk van 2 mikroportunk, azzal nem lehet világot váltani. Kérünk a Blátitól, kérünk az Ötvöstől, a technikus meg itt a haját tépi, mert mind a 3 háromféle mikroport, és nem lehet nagyon összehangolni őket, ami most is kiderült. Tehát így aztán nagyon élménydúsan működik ez az egész, és mindig tartogat meglepetést, még az előadás közben is. Ehhez volt zenénk, és ehhez volt szövegkönyvünk, ilyen egyszerű volt az egésznek a dolga, meg a gyerekekhez illő. Tehát általában olyan darabokat választunk, ami a gyerekekhez illik. Tehát felnőtt darabot nem. Aztán, hogy mi a történet? Hát az Óza nagy varázsló, ez a mesejáték tulajdonképpen, ez egy ilyen láncmese, van oroszlánunk, van bádogemberünk, van madárjesztünk, van Dorotink és van kutyánk, a mi darabunknak az az igazi sajátossága, hogy 2 kutya és 2 Doroti van, aki a végén aztán be is jön mind a kettő a színpadra, ennek abszolút technikai oka van, olyan iszonyúan sok szövege van a Dorotinak is, meg a Totónak is, hogy azt egy gyerek nem tudja megtanulni, ezért váltott műszakban dolgoznak, így megosztották egymás között. Igyekeztünk úgy választani természetesen a szereplőket, hogy aki tud énekelni, az énekes számot, aki nem tud énekelni, az ne énekeljen, az csak szöveget mondjon,
Tehát tulajdonképpen itt mindenkinek van helye egy színjátszókörben, mindenki rájöhet, hogy mihez ért. Ez nem versenyistáló. Tehát nagyon jó hangulatú próbák vannak, rengeteget nevetünk, rengeteget bohóckodunk, mert erről szól a színjátszás. És a gyerekek imádják ezt a szabad légkört, imádják azt, hogy ha van ötletük, akkor mi vevők vagyunk rá, és ha mondjuk beleillik a darabba, akkor megvalósítható. Egyre csak azon tudom a fejem, hogy miképpen köszönhetném meg jóságodat, de sajnos remélemek az eszembe, csak mert egyszerűen nincs eszem. Meg van, akkor ő van ugye. De miből gondolsz, hogy nincs eszed? Hiszen van szemed, tudsz látni, van szemed, tudsz beszélni, van füle, tudsz hallani, van fejed, kell benne lenni észnek is. Igen, én is ezt hittem, de tudod, nem mindenkinek van esze, akinek feje van. Na, elmondom, hogy jöttem rá, de fejed is. Nem érdekel, persze, hogy érdekel.
csinált? Igen, igen, itt jártál. Erre meg erre, és valamit összeszedett a közelében. Mondj gyorsan, merre vitte? Erről. Próbálj meg visszaemlékezni. Próbálok. A balról jött? Igen, ez biztos. Balról, erre. Balról jött. Hallottam, szépséges kiskutyám, balról jobbra keresek. Most persze kiskutyám vagyok, szépséges vagyok. Hogyha nem lennék éhes, rá se keresnék. Itt van mi a sárga tégla. Azért is ráülök, hogy ne találjátok meg. Majd, hogyha megértitek a beszédemet, akkor megmutatom. Dotó, hol van Dotó? Ott ül. Ül? Keresd, kiskutyám, keresd a sárga okkat. Frászt! Vajon miért ült le? Biztosan elfáradt. Én is elfáradtam. És éhes is vagyok. Most már úgy tűnik, biztos nem jutunk el otthon. Biztos nem jutunk terített asztalhoz. Terített asztal? Akkor futás! Hova futsz, kiskutyám? Itt a sárga tégla, megtaláltam! Thank you.
újjászülettem. Köszönöm nektek, barátok. Semmi kétség, megmentettétek az életemet. De mi szél hozott titeket az erdőbe? Azt én csak a mezőig hozott. Innen már jövök. Ugyanis, Karadvárosra megyünk a nagy ószív elé. Én azt szeretném, hogy Peti adjon egy kis észre. Dorka azt szeretné, hogy hazakonyulj a kezdetbe a menedékében. Én nekem tanítson meg beszélni, mert nagyon rosszul szóltam. Maragvárosba mentek? Az nagyon messze van. Miért te jártál már? Én még soha. A kettő nagyapám, hogy segítsen ki a mostól, és 2 évig volt távol. És segített már tanulsz? Segített, bizony. De rajtam még biztos, hogy ő sem tudna segíteni. Miért? Figyelem. Tudjátok, nekem csak egy valami van szükségem, de az a legnagyobb dolog a világon. A szív. Bizony, barátaim. De nekem azt senki nem tudja meg a szív. Miért? Thank you.
az megvédelmez minden bajtól. A maláriáztől is sem árt semmi. És én sem tudom, hogy kézzel van az olaj. És Totó kivédelmez meg. Totó, hol van Totó? Itt vagyok. Igen, és a jobb csapat, így van. A majmok még egy gonosz parancsot sem képesek teljesíteni.
világ. Mindig elérzékeny, hogy valahányszor világot látok. Ha nem lesz igaz, én is szeretném a világokat. Nem tudom miért, de kicsit félek. Gyáva vagy, még a világoktól is félsz. Aludjunk egy kicsit. Nekem a világtukra, semmi józat nincs ebben. Se kézad, se húzban. Csak álomszagot érdek, csak arra szépen. Oda néz madár jeztő. Mind elaludtak. Ezek meghaltak. Nehogy meghaltak. Milyen rázatok? Dodo, oroszlán, korati. Nem mozdul, látsz. Ez megint valami varázslat. Biztosan megint az orosz nyugati boszorkán. Segítség! Ne adni vágy! Nézd már körbe! Itt ülök, ki segítenek! Inkább gondolkodj! Gondolkodj, gondolkodj, te miben! Már nincs csak. Elég nem voltak álmosak. De amint bejöttünk a kifaszmezőre, mind elodtak. Na és? Mi következik ebből? Ha kivisz a közöket a kifaszmezőről, nem lesznek álmosak. Igaz. Gyere, esenek, fogjuk Totót! Olyan nehéz, és meg olyan könnyű van, hogy nem bírjuk el! Ezt nem bírjuk el, ez túl nehéz. Gyerek, megyünk felőket, hátat a lépen. Mi történt? Gyertek, segítsük oroszlán barátunknak. Jöttek, nem jöttek ki. Párizsból esetes, szikrázott valence, mint másodban, szeres lány.